Több halálos áldozatot is követelt a Malik ciklon, amely a hétvégén söpört végig Európán. Dániában egy idős asszony vesztette életét, amikor a heves szélben neki csapódott egy ajtó. Nagy-Britanniában két ember életet követeltek a kicsavart fák, Németországban pedig egy reklámplakát ütött agyon egy férfit. Egy cseh és egy lengyel autóssal is az orkáni erejű szélben leszakadó ágak végeztek. Csak romok maradtak a Koppenhága központjában felállított koronavírus tesztközpontból vasárnap hajnalra, miután lecsapott Dániára a Malik névre keresztelt ciklon. Az óránként 127 kilométeres erősségű széllökések háztetőket téptek fel és fákat csavartak ki. Volt, ahol még vasárnap este is eltorlaszolták az utat a leszakadt ágak. Egy üdülőtelepre tartottunk, amely ennek az útnak a végén található. Azonban nem jutottunk el a célunkig, mert olyan akadállyal szembesültünk, amellyel ma sokan találkozhatnak, egy kidőlt fával. A rendőrség tájékoztatása szerint hatalmas erőfeszítésbe telik az utak megtisztítása, magyarázta az egyik dán TV csatorna riportere. Az ítéletidő emberéletet is követelt. Egy 78 éves asszony halálos sérüléseket szenvedett, amikor a heves szél miatt magával rántott egy ajtó, amelyet éppen kinyitott. Az úgynevezett vihardagály is hatalmas károkat okozott. Az erős szél ugyanis felkorbácsolta a tengervizet, amely helyenként másfél méterrel is megemelkedett. Volt olyan partszakasz, ahol a hullámokkal hatalmas kövek csapódtak a partnak. Az épület mögött találtam fedezéket, aminek jó oka van. 5-6 méteres hullámok verik a parlamenti utat, amit le is zártak a hatóságok. A víz sziklákat dob a partra. Itt van egy, amit az előbb szedtem fel, mutatta a pusztítást egy dán meteorológus. Országszerte több vasúti járatot töröltek, és volt, ahol a komp közlekedés is szünetelt. Sokan homokzsákokkal igyekeztek megvédeni otthonaikat az áradással szemben. A Dániát Svédországgal összekötő hidat pedig több órára lezárták. Észtországban egész hétvégén dolgoztak a hókotrók, ahova a Malik ciklon heves hóviharként érkezett. Az utakon komoly fennakadásokat okozott a nagy mennyiségű csapadék. A mentőcsapatokat több mint százszor riasztották elakadt vagy felborult autókhoz. Több repülőjáratot töröltek, és sok Tallinnba tartó gépet átirányítottak máshová. Az erős szél és a hóréteg súlya miatt több helyen leszakadtak az elektromos vezetékek, ezért 10 000 család maradt áram nélkül. A Malik ciklon miatt a lengyel és német tengerparti városokban árvízveszélyre figyelmeztetnek a hatóságok. Az Elba folyó torkolatánál fekvő Hamburgban például az utakat és a halpiacot is elöntötte a víz. A legtöbb kárt azonban a kidőlt fák okozták. Angliában egy 9 éves kisfiú, Skóciában pedig egy 60-as éveiben járó nő esett áldozatul a leszakadó ágaknak. Németországban egy férfi vesztette életét, amikor rádölt egy reklámplakát. Egy cseh és egy lengyel autós is meghalt, amikor járműveikre zuhant egy fa.